Szia, jó reggelt! Kész a reggeli... Bocs, nem vagyok éhes. Bocs, nem vagyok éhes? Hey! Bár egy csak. Hello, Joe. Hogy mint? Sziasztok, hoztatok valamit? Nézd át, ezt nézd meg! Jó, mi? Ha. A lóvid később, a kéróban. Szevasztok! Quinn! Marha jó, Jackie! Látod? A karot. Megkapod. Hello, szép fiú! Hey. Na, mit csináltok? Mit akartok tőlem? Nem is tudom. Nem lehet szóra bírni. Olyan, mint egy csekszám, érted? Éppen csak rápillantok, és hús, eltűnik. Néha azt hiszem, titkol valamit, nem tudom. De mit? Siess már! Mi van ott, kisöreg? Ez az! Húzza! Megvan! Vigyük gyorsan! Kapjunk le! Utás! Vigyázz rá! Jól van? Hagyj békét! Szedjék le rólam! Hagyjad, pajtás! Most már rajtam a sor! Bábúj haver, azzal is megy az idő. Hátra a kezed, ott maradsz! Rintintin. A főszerepben Jesse Collins, Lux Ádám. Rintintin. És Andrew Bednarski, elődálmos. Rin Tin Tin. Tavaszi zsongás. Nézzék meg a telefonkönyvet. Mi a banda neve? Írta Loy Pearson. Itt az ügyvéd. Ön az ügyvédje? Az apja vagyok. És ügyvéd is. Evan Maldon. Quinn barátja telefonált, hogy... Quinn, ez a neve? Nem mondta? Nem mondott semmit. Ki telefonált? Nem tudom, de mi történt? Nos, Quinn és cimborái megtámadtak egy fiút. A Lakeview áruházban. Igen. És hogyan? Ahogy mondjuk. Ha meglátnak valamit, ami megtetszik nekik. Egy jacket, egy walkment, egy edzőcipőt. Azt erőszakkal elveszik. Aki ellenáll, azt megverik. Szép, ugye? Én mindent megtettem, de nagyon elfoglalt vagyok. Csak ketten vagyunk, elváltan élek. Mindig jó gyerek volt. Nem tudom, mi történt vele az úton. Rendezte Alan Simmons. Beszélhetek vele? Hogyne. Sablon történet. Nincs ideje a gyerekre, és csodálkozik, miért ért rossz útra. Dizzy? Igen? Csörögj néha haza. Jó. Köszönöm. Lou, gond lenne, ha elmennék néhány nap szabadságra. Baj van? Hát Stevie valahogy furcsa mostanában. Szeretnék eltölteni vele néhány napot. Kamaszkorban van. Igen, hát nem tudom. Ne aggódj miatt a rendes kölyök. Írj ki néhány napot. Kösz, főnök.
Stevie? Nem, szerintem csapni való. Momentán én nem bírom. Aha, hát igen. Jaj, de mégsem. Igen, egyetértek. Oké. Most megyek, oké, szia. Mi van? Kivel beszéltél egy órán át? Markusszal hétfőn matek teszt lesz, és hallucinációi vannak. Hogy ilyen korán? Hát kivettem néhány napot. Gondoltam, felmehetnénk a Cédrus szírtre egy jót horgászni. Benne vagy? Hát persze. Hé, hey, hová mész? Mondtam, Markushoz. Stevie! Stevie! Hé, várj egy kicsit, napok óta nem beszéltünk. Steven. Steven? Mi az, hogy Steven? A nevem Steven. Érted? Nem Stevie. Steven. Gyere, Vinny! Steven. Na, figyelj! Te nem jöhetsz be oda, várj itt szépen! Szia, Stevie! Natalie! Gyere be! Ugye ismered Petert és Angelót? Igen, hát persze. Nekem most segítenem kell kipakolni a mosogatót. Kész rabszolgasság. Mindjárt jövök. Hé, hey, figyelj! Mit keresel itt? Natalie meghívott. Hát engem is. Én voltam itt elsőnek, úgyhogy ti ketten leléphettek. Ne is álmodj. Figyelj! Hé, hey, csigavér! Jól átvert minket. És mit javasolsz, öreg? A kandallóhoz kell dobni. A győztes marad. Mm-hmm. Rendben. Jó. Te, nyugi, nyugalom, főnök. Tűnjünk el. Ja. Győztem. Hol van Peter és Angelo? Dolguk volt. Mi? Hogy tetszik? Egy szót se szóltak, hogy... Na, nem tetszik. Tessék? Semmi. Tudod, lesz majd egy Blitz koncert, vehetnénk rá jegyet. Most jut eszembe, tanulnom kéne a holnapi nagy angol tesztre. De nekem az angol nagyon megy. Nézd! De aranyos, mit csinálhat itt? Az enyém. Úgy hívják Rini. Rini? Steven, nem is mondtad még, hogy van kutyád. Imádom a kutyákat, de a mamám azt mondja, hogy büdösek. De te nem vagy büdös, ugye? Rendes kutyus vagy, igaz? Igen. Holnap eljössz sétálni? Kettesben? Rinivel. Rinivel? Persze! Azt sem tudom, hova jár. Az is lehet, hogy egy galeribe került. Ne viccelj. Szia, Stevie. Hol voltál? El. El? De hol? Hol? A barátaimnál. És miféle barátoknál? Nem vacsorázol? Nem vagyok éhes. Stevie? Steven? Steven? Ne kérdezd! Na, tessék! Hank! Nem láttad? Homályos a szeme, nem tud járni, ez drog! Nem drog. Szerelmes. Gyerünk, miért nem vagy már kész? Megyünk kempingezni. Kempingezni?
nem tudok menni. Hogy? Miért? Dolgom van, bocs. Hé, ne, várj csak. Ez a bocs nem elég. Egy csomót vacakoltam, hogy mehessünk. Öltöz fel, kérlek. Értsd meg, hogy nem akarok erre a hülye kirándulásra menni. Jó, rendben, de nem mehetsz sehová, megértetted? Jó! Ez nem vezet semmi jóra. Elmondanád, hogy mi van? Nincsen semmi sem. Randim van. Randit? Egy lányjal? Nem, egy deszkával. Mit gondolsz? Miért nem mondtad el? Elmehetek? Vagy szobafogság van? Persze, hogy mehetsz. Érezd jól magad. Én bemegyek dolgozni. Oké. Úgyis van egy sereg elintéznivalóm. Hát, randevúja van. Hallgass meg, az Elvis Underground. Tetszik? A videót szeretem, azt hiszem a dalt nem annyira. Tényleg tetszik? Nem tudom, szóval nem biztos. Érted? Nekem sem biztos, hogy tetszik. Nézzük meg az új CD-ket. Igen, ez jó. Ilyen messze elkóborolni. Natalie! Rini! Gyere ide! Rini, vissza! Hello, baby! Mit adsz nekem? Jól néz ki a CD az oldaladon. Eladod? Eladni? Adja ajándékba! Kis divat majom. De bátor vagy egy hadsereggel. Hagyd neki! Ez a... Itt az a gyökszolás! Hol vagy? Azt hittem, Stevie-vel foglalkozol. Hát, más programot szervezett. Randija van. Én mondtam. Nem igazán értem, miért nem mesélt róla. Mivel nem a te dolgod. Te beavatod a szerelmi életedbe? Lou, Hank azért már nem kisgyerek. A fia is felnőtt. Hé, mi történt? Megtámadtak az áruházban. Hadd nézelek. 8-an lehettek, elvették Natalie CD-jét és az erszényét. És az nem volt nekik elég? Nem vészes. Ő Natalie. René vagyok. Jól vagy? Semmi baj. Felismersz valakit? Igen, őt. Ez a bunkó az. Elszaporodtak a hasonló esetek. Hogy érted?
A bevásárlóközpontokban, itt a környéken megsokasodtak az üzletfosztogatások. Elektronika, óra, szokásos. Néhány holmi feltűnt. Jó részt utcai árusoknál. Azt mondják, egy fickótól vették. Orgazda. A srácok eladják az árut az orgazdának, aki piacra dobja. Így forog a pénz körbe. Nekem galerinak tűnik. Igen. Lehet, hogy az, lehet, hogy nem. Kérdezzük meg Quint. Oké. Nézzék, én nem is voltam ott. Pedig mind a két áldozat felismerte. Jártak nálunk, nem találtak semmit. Valóban. Akkor hol van? Hová tetted a CD lejátszót? Apa, vakard le rólam. Tudod, hogy ártatlan vagyok. Micsoda, Mázli. Egy nagy menő ügyvéd fiának lenni. Az apád tudja, hogy egy orgazdának passzolod el a cuccot? Miket beszél itt össze? Mondd meg, hogy ki. És lehet, hogy megúszod ezzel a sittet. Látod, ülni szeretne, Hank. Nézzél rá. Ő kemény fiú. A haverjait ültek már, mondd, Queen. Nem üdülés. Azok ottben nem ilyen úri fiúk, mint te. Ha egyszer ők elkapnak, még az apát sem ment meg tőlük. Ehhez nincs joga. Nem beszélhet így. Mit érdekel téged? Neked csak a pénz számít. Craig, kapsz egy kis pluszt. Felnőtt játékszer. Érdekel? Ember. Jó érzés fogni. Neked is kell, Quinny. Érett vagy már rá? Csűsd el, Quinn! Két kézzel. Mint a tévében. Utána! Kapjátok el! Várjatok! Tartani fogja a száját. Tudjuk, hol keresünk. Hol van Natalie? A szülei érte jöttek. Helyes lány. Igen. Meg van őrülve Rinnyért. De rólam tudomást sem vesz. Van ötleted? Igen. Ne hajts rá ennyire. Ne igyekezz neki tetszeni. Legyél önmagad. És ha nem sikerül? Hát, akkor keresd másikat. Ez lesz a pehje. És ne légy ilyen nyers az apáddal. De gyerek számba vesz. Nincs hozzászokva, hogy kamaszkorban vagy. Azt hiszi még, kicsi vagy. Kösz. Neked nincsenek ilyen gondjaid. Te is kérsz? Aha. Lauren LeDrew. Ez tényleg van, Ilia. Tizenében. Egy istennő volt. Márgyú voltam, és hülyén állt a hajam. Folyton követtem, megőrült tőlem. Végre rávettem magam, hogy randit kérjek. El se hittem, hogy igent mondott. És aztán? Megnéztük a Csók című filmet. Igen, én, meg Lauren. És az anyja. Az anyja? Aha, és közénk ült. Elég ciki. Azt hiszem talán van néhány dolog, amiket el kellene mondanom neked. Mind nevetsz? Elkapni. Mindenki Joe Febbnek hívja. Gyakran szoktunk arra lógni, Febb mindig ott volt. Adott ezt-azt ajándékba. Végül megállapodtunk. Fizet mindenért, amit elcsórunk.
Folytasd. De most még többet akar. Adott egy pisztolyt. Megijedtem és leléptem. Széttépnek, ha megtalálnak. Folytasd. Van egy raktár a Dansznur 17-ben. Ismerem. Nem lesz bajod. Neki lesz. Köszönöm. Megállni, rendőrség! Falhoz! Gyere, Bogát! Ez őrült! Kimegyek a tetőre! A tetőre? Vettem. Megállni! Megfordulni! Fordulj hasra! Gyerünk, fordulj meg! Nyugi, nyugi. Mi van benne? Várj, megnézem. Hé! Úgy látom, bizonyítékok. Felállni! Gyerünk! Ezt honnan szerezted? Az enyém. A pincéből. Natalinak tetszeni fog. Ajánlom is. Hogy találtál rá ezekre? Tudod, a gimis évkönyvedben kerestem egy fotót Lorelről. Igazat mondtál. Bár gyugoltál és rossz volt a hajad. Nem kell már indulnod a randidra? Sajnálom, öreg, de most egyedül megyek. Szia, apa! Valahogy majd csak átvészeljük ezt a kamaszkort. Magyar hangok. Lux Ádám, Előd Álmos, Frajt Edit, Hankó Attila, Szűcs Sándor, Karsai István, Timár Andor, Hafner Anikó. Zenét szerezte Paul Zaza, fényképezte Jill Carbile. Magyar szöveg Gál Katalin, szerkesztő Kovács Katalin, hangmérnök Kovács Gábor, rendezőasszisztens Botár Ildikó, vágó Kozma Mari, gyártásvezető Katócs Kati és Fehér Tamás, szinkronrendező Malkner József. A szinkron a Magyar Televízió és a Welcome kiadó megbízásából a Mikroszinkron műtermében készül.